Megérkezett a fákat meg annyi színű levélbe borító ősz, amely varázslatos színeivel, pompás terméseivel gazdagítja a hétköznapjainkat. Ez az évszak sokunk számára hangulatos sétákat, meghitt beszélgetéseket és sok más kellemes élményt jelent. És egyben elhozza az emlékezés napját, amikor az elhunytak járják be gondolatainkat. Járjuk a temetőt és megállunk egy-egy sír előtt. Kezünkben virággal, gyertyát gyújtva, világosságot gyújtva. Akit keresünk, aki volt, az nincs itt. Mégis eljövünk ide a temetőbe és megállunk egy-egy sírhant előtt. Az ember életéhez hozzátartozik a gyász, a könnyek, a szenvedések, a fájdalmak épp úgy, mint az öröm ragyogása a mosolygó tekinteteken. Csak az nem érti a gyászt, aki még nem szeretett, akinek nem fájt a veszteség, elvesztése annak, aki életének örömét és fényét adta. A sír úgy érezzük, hogy kifosztotta és elrabolta tőlünk azt, aki oly kedves volt számunkra. Emléked örökké a szívünkben, olvassuk sok helyütt sírfeliratokon. Az örökké ebben az esetben az utókor emlékezetét jelenti. Az emlékezés kincs, mert a szeretet élteti. Minden emlékezés arra int bennünket, hogy egyszer mi is emlékké válunk valakinek a szívében. Ahogy múlnak az évek, egyre többször találkozunk az elmúlással, szeretteink, barátaink elvesztésével. Mindenkiben fájdalmas tapasztalat ez, de túl kell élnünk, és emlékeznünk kell azokra, akik már csak gondolatainkban vannak velünk. Térdet hajt a novemberi alkonyat, a szél kisöpri a sírok közt az utakat, értük lobog a gyertyalángja, a nekünk hiányzókért. Rájuk emlékezünk ma, a kegyelet napján, csendben megállva, lehajtott fővel.